Jó estét kívánok, ez itt a heti vizit. Harmad György főorvos a vendégem, aki nem olyan régen még igazgatta a Heinpál gyerekkórházat, meg talán a Madarász utcait, jól emlékszem? És az ismerettségünk gimnáziumi, úgyhogy nem kezdem el most a tegeződést átváltani. Annál is kevésbé kezdeném, mert ha közös, nagyjából közös fiatalságunk volt, akkor feltételezem azt, hogy közös emlékeink vannak a egymást még nem ismerő szakaszunkról, amikor kisgyerekek voltunk. Neked volt fogadott orvosod otthon? Tehát volt gyerekorvos, aki hozzátok mindig kiállt? Volt nekem egy Rothbart doktorbácsi, aki egy pár évig járt hozzánk, és aztán hát valamikor a 50-es évek második felébe Ausztráliába költözött, és onnantól kezdve megszűnt a gyerekorvosi személyre szóló ellátása. Ez milyen érdekes, nekem Kőhidai doktorbácsi volt, aki nem lépett le 56 után, és a gyerekemnek is volt még egy fantasztikus gyerekorvos, a Kemény doktorbácsi, aki egyébként kórházigazgató volt. Méghozzá az én kórházam. Méghozzá a Madarász utcai, amelyik szintén a te volt főigazgatásod alatt állt. És az én gyerekemnek az gyereke, tehát az én unokámnak már nincs ilyen masszív gyerekorvos a képzelet. Hát pedig lehetne, mert a gyerekorvosi hálózat az majdhogy nem intaktul működik, tehát ugyanolyan jól képzett szak gyerekorvosok látják el a gyerekalapellátást, most gyerekházi orvosoknak hívjuk őket, mint mondjuk 25-30 évvel ezelőtt. Én nem azt mondtam, hogy nem tudnak orvoshoz jutni, ha szükségük van rá, de úgynevezett fogadott gyerekorvos, amilyen a mi időnkben divat volt, az állítólag most sokkal kevésbé divat, és egyébként pedig nagyon kevesen is vannak. Tehát, hogy nem vállalnak egyszerűen a fiatal korosztályból, nem vállalnak. Aki szert tud tenni egy ilyen 60 fölötti doktorbácsira, annak van, másoknak meg nincs. Hát vannak azért házi gyerekorvosok, és mindegyiknek van viszonylag egy most már elég nagy számú gyerekellátó személye, akit ellát. Ez körülbelül most már egy olyan 1000-1500, időnként 2000 főt is elér egy-egy gyerekházi orvosnak. Ez reális? Pacientúrája. Tehát egy házi orvosnak persze, 1000-1500 páciens, abban a felnőttnek is. Tehát így van, ez reális, de mondjuk ebből nem olyan nagyon sok a kisebb gyerek, tehát ugye amíg csecsemő, újszülött és kisgyerek, addig rendszeresen látják kell. El őket, így van, de hát aztán egy 5 éves kor után már csak akkor, hogyha valami baj van, vagy ha az oltásokra van szükség, vagy valamilyen felülvizsgálatra. Na, ezek ilyen külön-külön témáink, mert például az oltásokról is szeretnék tudni, hogy, de nem azzal fogom kezdeni, hanem inkább azzal szeretném kezdeni, hogy hallottam egy új, számomra új dolgot, és nem tudom, hogy ez mennyire általános, és te mit tartasz róla, hogy nevezetesen állítólag Nyugat-Európában a lázcsillapítás a gyerekeknél, az teljesen kiment a divatból, vagy blokkolva van, azt mondják, hogy egész addig, ameddig nincs veszélye annak, hogy ilyen rángó görcsöt kap a kisgyerek a láztól, egészen addig nem kell csillapítani a lázat. Te erről mit tartasz? Hát a Magyar Gyerekorvosok, mondjuk hivatalos társasága, illetve a kollégium is mostanában azon a véleményen van, hogy a nem magas lázat nem kell csillapítani. Mi a nem magas láz? Hát most mondjuk a 38-38-5-ig nem tartjuk magasnak a lázat. A 39-39-5 fölött azért már magas láznak tekintjük, és olyankor azért már szükséges a lázcsillapítás, hiszen ebben az esetben egyrészt nagyon magas a hőleadás, nagyon nagy a folyadékveszteség, és előfordulhatnak valóban lázgörcsök, főleg a kisebb gyerekeknél. Mi az alapja ennek, hogy most nem csillapítanak lázat? Mire hivatkoznak? Arra hivatkoznak, hogy a láz az tulajdonképpen nem haszontalan. Tehát hasznos olyan szempontból, hogy a szervezetnek az immunrendszerét is egy kicsit följavítja, tehát megemelkedik a fehérvérsejt szám, egy kicsit jobban küzd a szervezet a kórokozókkal, és képes esetleg jobban ezeket a kórokozókat elpusztítani. Esetleg? Tehát, hogy ez egy ilyen megállapítás, vagy ez bizonyított? Ez attól függ, hogy milyen a kórokozó. Tehát maga a láz önmagában az nem kóros. Tehát az kell, kibírja a szervezet, kibírja és nem kell szervezet, nem kell.
De azért 39-39-5 fölött azért a lázcsillapítás hasznos, hiszen... Mert akkor kicsapodnak a fehérjék, vagy nem, mi van? Nem azért, akkor... hanem nagyon fárasztó. Egy lázas állapot az kimerítő, tehát egyrészt a szív is körülbelül dupla olyan sebességgel ver, vagy mondjuk 50%-kal nagyobb frekvenciával, a keringés is megnő, tehát tulajdonképpen egy fárasztó állapot, az anyagcsere is megnő, tehát mindez idézheti elő azt, hogy a kórokozókat is jobban megöli a szervezet, de egy bizonyos magasságon, tehát egy bizonyos hőmérsékleten túl, viszont a káros oldala is előjön, tehát egy magas láznál azért már nem olyan jól működik a szervezet, és főleg az idegrendszer nem szereti a magas lázat. Tehát egy 40 fokos láz azért nem igazából jó a szervezetnek. Akkor viszont azt lehet mondani, hogy a mamák azok tanúsítsanak, vagy a szülők önfegyelmet, és 39 fokig, vagy 38-5-ig nyugodtan békén hagyhatják a gyereket, nem kell adni nekik a bevált. Ez az elképzelés, de ezt nagyon nehéz megtartani. Tehát egy lázas gyereknek, akinek a láztól ugye nem csak a lázas állapot van, hanem még általában a közérzete is rossz, a feje is fáj, esetleg izomfájdalmak is vannak, tehát ezt nagyon nehéz megállni, hogy ne legyen lázcsillapítás. 39 fokig mostanában akkor javasoljuk a lázcsillapítót, ha ez a délutáni esti órákban következik be, és az alvás előtt azért nem szeretjük, hogyha a lázas állapot, illetve a hőmérséklet nincs kontroll alatt. Jó, hát remélem, hogy azok a szülők, akiknek nem én vagyok a gyerekük nagymamája, azoknak megvan ez az önfegyelmük. Én biztos, hogy én lázat csillapítok, mert engem arra a pszichém. Én azt gondolom, hogy 39 fok körül azért a lázcsillapítás jogos, és főleg egy viszonylag nagyobb mennyiségű folyadékbevitel, ami szintén szükséges. Na most mit lehet csinálni, hogyha a gyerek nem akar inni? Ez nagyon nehéz, mert a folyadék, meg kell tanítani a szülőket is, meg a gyereket is arra, hogy a folyadékot azért így esetleg kortyonként. Olyan folyadékot kell adni a gyereknek, amit szeret. Nem baj, ha cukros? Nem baj, ha cukros, nem baj, ha cukros, nem baj, még az se baj, hogyha szénsavas, ugyan az nem nagyon jó, de mindenképpen hűvös legyen a folyadék, tehát ez a meleg tej, a meleg víz az nem jó, inkább hűvös legyen, főleg ilyen lázas esetben, nem muszáj, hogy hideg legyen, de a szobahőnél lehet hűvösebb, és azt általában egy-egy kortyot szeretnek a gyermekek meginni, azt kell kitalálni, hogy mi az, amit a gyerek szeret. Hogyha ez gyümölcslé, akkor gyümölcslét, ha csak hideg víz, akkor hideg víz, de mindenképpen pótolni kell azt a folyadékveszteséget, amit elpárologtatunk a lázas állapot kapcsán, illetve hát amit a szervezet kiválaszt. Jó. A gyerekek azok ugye nem színészkednek, ha rosszul vannak, ezt lehet rajtuk látni. Ha jól vannak, akkor lehet őket békén hagyni, mármint hogy élhessék az életet, nem az ő kedvükre való életet, nem kell beerőszakolni az egyébként influenzás gyereket az ágyba, vagy az egyébként beteg gyereket az ágyba. Rájuk lehet ezt bízni? Én azt gondolom, igen. Egy egyébként izgő, mozgó, és mondjuk ő emelkedéses vagy lázas gyereket nem nagyon lehet ágyba tartani. Tehát igazából erre nincs is lehetőség. Az kell, hogy ne legyen túlöltöztetve, tehát mondjuk egy szobahőmérsékletben ne adjunk rá azért még 2-3 pulóvert, hiszen az is nehezíti tulajdonképpen a hőleadást, és nyugodtan tegyen, amit akar, játszon, foglalkozzanak vele. Ilyenkor nyilván az a legfontosabb, hogy lekötni a gyermek figyelmét, és ha rohangálni akar, hát akkor rohangálni fog önmagába, ez nem olyan nagy baj. Szerinted jó az, hogyha van a gyereknek fogadott orvosa? És hány éves korig? Én azt gondolom jó, mert a személyes kapcsolat, tehát az, amikor ismételten találkoznak, és megismeri, illetve megszereti az orvosát, és nem fél tőle, és hagyja magát megvizsgálni, és egy személyes kapcsolat kialakul, az mindenképpen jó. Hát nekem mondjuk már lassan 40 éves tapasztalatom van ebben, és akit az ember csecsemőkorától rendszeresen megvizsgál és rendszeresen ellenőriz, azt másképp lehet kezelni. Az oda jön az orvoshoz vagy hozzám, az ölembe ül, meg tudom hallgatni, meg tudom vizsgálni a torkát, meg tudom simogatni a hasát, tehát sokkal egyszerűbb, mint egy
tulajdonképpen egy idegen emberhez közeledni, és egy idegen embernek mondjuk a különböző vizsgálatokat elvégezni, az majdnem, hogy lehetetlen, csak nagyon erős ellenállás, nagyon erős agresszív reakciókat vált ki, ami tulajdonképpen megnehezíti azt, hogy az ember rendesen megvizsgáljon egy gyermeket. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy biztos rettenetesen fog hangzani, de a kicsi gyerek kell való orvoslás, meg az állatorvoslás, az egy hasonló dolog lehet bizonyos értelemben, nem? Mert hogy nem azt kell megfejteni, amit a test, meg az összkép sugal, meg a viselkedés, nincsenek információk. Hát, ha csak a szülők kéne. Hát pontosabban vannak azért, de hát ugye azt kell megnézni, hogy a gyermek hogyan viselkedik, és egyáltalán hogyan reagál. Ezért jó, hogyha látjuk őt az egészséges állapotban. Tehát ezért a fejlődését jó végig van. Kísér. Tehát a gyerekorvosnak nem az az előnye, hogy ő ért a gyerekekhez, hanem az, hogy meg tudja nézni, vagy van ismerete arról, hogy milyen a gyermek, amikor egészséges, akkor hogyan reagál, hogyan mozog, hogyan viselkedik. És ezt követően, ha egy betegség van, akkor nyilvánvaló sokkal könnyebb meghatározni, hogy tulajdonképpen hol fáj, milyen reakciók vannak. Tulajdonképpen iszonyú nyomasztó megfejtések várnak abban az értelemben a gyerekorvosra, hogy nagyon ritkán betegek a gyerekek, ugye? Tehát ritkábban, mint az elhasználódás során a mikor csoportunk, de hogyha betegek, akkor nagyon betegek. Tehát, hogy van egy csomó ilyen fenyegető betegség, amit ki kell szülni, kell venni. Igen. Hát alapvetően vannak a rendszeres, hurutos, lázas megbetegedések, amiket át kell esni egy bizonyos életszakaszon. Ez a bakfigy kategória. Hát nevezhetjük bakfigynek is, de ezeknek egy része azért súlyos is lehet. Azért egy súlyos torokgyulladás, vagy egy hurút, ami átmegy egy tüdőgyulladásba, azért az nagyon komoly veszélyt fenyeget, és hát a gyerekeknél elég gyakran előfordul a középfülgyulladás, ami szintén nem elhanyagolható betegség. Ez mi múlik, hogy melyik gyerek részben, tartozik ebbe a füles kategóriába? Részben hajlam kérdése, részben pedig az, hogy a gyerekek nem nagyon tudják az elején, és ha nem tanítjuk meg őket korán, akkor később se tudják, hogy hogyan kell orrot fújni. Aha. Tehát tulajdonképpen a nátha az nem azért veszélyes, vagy nem azért kellemetlen, mert az embernek folyik az orra, hanem azért, mert az egy hurutos állapot ráhúzódik tulajdonképpen a torokra, mondjuk a gégek körül is, de a belső fül, középfülre is elsősorban. Tehát ez minden összefügg, a garatba nyílik egy pici kis úgynevezett fülkürt, ami ha elzáródik, akkor a levegőzés, tehát a kapcsolat a középfül és a garat között nem működik, és akkor nagyon könnyen alakul ki középfülgyulladás. Nem tanítjuk meg a gyermekeinket az orrfújásra, a helyes orrfújásra, és ennek eredményeképpen aztán ez a hurutos állapot, ez nem nagyon könnyen szűnik. Tehát pici gyerekeket is meg lehet már tanítani erre nagyon könnyen, egész korán kell kezdeni, meg kell tanítani őket az orrfújásra, ez oktatható, tanítható, nem egy nagy dolog. Általában a legjobb a fürdés a kádban, fürdés közben megtanítani arra, hogy hogyan fújja az orrát, és közben mutatni kell neki, hogy hogyan fújja az orrát, és közben mi meg tudjuk fogni és játszani vele, és lehet érezni azt, hogy rendesen fújja, vagy nem. Azt is, de hogy taknyos-e, tehát a takonynak a állagát azt lehet, és azt addig kell tenni, ameddig ez megszűnik, és lehet mosni. Az orrmosás Magyarországon nem nagyon divat, de külföldön, főleg távol-keleten ez egy jellegzetes aktivitás, de egy jó orrfújás megtanítása, amire az is hozzátartozik, hogy nem egyszerre két oldalt kell fújni, hanem egyik oldalt kell az orrnak befogni, utána a másikat. Egyszerre nem lehet? Hát lehet, csak nem olyannyira hatásos. Tényleg? Tehát sokkal hatásosabb, hogyha két oldalt külön van, tehát külön fújjuk, és a másikat befogjuk, és akkor jobban több erőt, levegőt aha, lehet. És mi ez az orrmosás, bocsánat? Hát ez az orrmosás... Bizarr mesékre biztatlak, de... Igen, hát, hogyha... ez az orrmosásra vannak még tudja. Eszközök is, tehát tulajdonképpen általában sóval, vagy sóoldattal, fiziológás sóoldattal tanulják meg, főleg a keleti országokban, hogy hogyan kell az orrot kimosni. Ugye tulajdonképpen ez tisztításra van,
van egy pumpa, nevezzük egy pumpának, ami folyadékkal van tele, és akkor az egyik orrnyílásba befújnak, és utána ez bemegy a garatba, és a másikból vagy a garatba kijön. De az az érzés, amit a medencében, hogyha az ember fölszívja az kellemetlen, vizet, az szörnyű. Kellemetlen, de ha ezt megtanulják, akkor tulajdonképpen nagyon hasznos lehet. És a hurutos vagy krónikus hurutos állapotokban ez nagy segítség, és megelőzi azt a bizonyos arcüreggyulladást, a szinuszitiszt, ami szintén egy ilyen hurutos állapotnak a szövődménye. És ez Magyarországon ez már ez létezik. Létezik? Ez már, létezik. Mint, hogy gyakorolják, mutatják? Igen, létezik, és lehet is kapni ilyen előre elkészített van ilyen ormosok ormosó készlet, aha, amelyet lehet kapni. Hol lehet kapni? Hát gyógyszertárakban lehet, illetve gyógyászati segédeszközök. Nem állítom, hogy életemben először hallok erről, szerintem mondjuk olvastam már, és aztán jól elfelejtettem, és most, hogy mondod, és ezzel szoktak élni szülők? Hogy... Hát szoktak élni, és kell is élni. Annak idején, amikor, ezt most mutat, most muszáj nekem is kifújni az aromát. Aha, és te precízen, egyik orjuk, egyik másik orjuk. Másikat, így van. És amikor a Popper tanár úr annak idején... Ormosás nem lesz, ne aggódjanak. Nem lesz. Amikor a Popper tanár úr kim volt először Indiába, akkor ő egyik elbeszélés kapcsán mesélte, hogy ott Indiába ottan, hát nem ilyen sprével, hanem egyszerűen a tenyérbe met vízzel szívják föl a vizet, és úgy mossák az orrukat. Részben tisztítás, részben pedig fertőtlenítés szempontjából. És ezt a jógi... És ennek nincs káros hatása? Tehát nem megy bele az üregekbe valami, amit... Nem, mert ez mert nem az ember rossz, ha igen, ez önkéntelenül történik, akkor rosszul érzed magad. Igen, de nem megy be olyan üregekbe, ami veszélyes lenne. Tehát ez a garatba megy, a torokba megy, de hát onnan mindenhonnan űrülhet kifelé, akár lefelé a nyelőcsőbe, akár pedig a szájunk. És ezt egyébként kifelé. Nyugat-Európában használják? Nyugat-Európában is használják, de elsősorban mondom a keleti, tehát a keleti vidékeken használják, ott, ahol, hát egyszerűen, ahol a jógik tulajdonképpen joga technika van elterjedve, illetve azokban az országokban is használják, az arab országokban, ahol nagyon sok a por, nagyon sok a homok, tehát ott is tulajdonképpen ezt hát akkor használják. Most tanultunk valamit, hogyha meg akarják a középfülgyulladást előzni, így és van. Nagyon... Náthás a gyerek, akkor próbálják ki ezt így a van, és hát az ormosó készletet. Illetve hát az orrcsepp és az orrszívás, ami fontos, és ebben Magyarországon mi tulajdonképpen dobogósak vagyunk, mert a porszívó-orrszívó az egy magyar találmány, és igen, tulajdonképpen nagyon hatásos. Tehát... Pontosan emlékszem, hogy 92-ben volt egy reggel című tévéműsor, ott mutatta be a feltaláló ezt a porszívó-orrszívót. Mi ott halálra szörnyülködtük magunkat, igen, aztán és mindig a akik szülők, akkor szültek, azok gyorsan van, megvették. Így van, és a szülők először azt gondolják, hogy a porszívó kiszívja a gyerek agyát, de szerencsére ez nem így történik, viszont nagyon jó segédeszköz valójában. És nagyon könnyű megtanítani. A gyerekek egy része már önmaga jön oda és segít, sőt bekapcsolja a porszívót is, mert az egy játék. Igen, de azért úgy általában nem szoktak nagyon lelkesedni. Nem, hát a náthás állapot az nem egy üvölt, kellemes. Nem csak azért üvölt a porszívó, igen, meg nem tudom én mit csoda. Azt, ha már itt az orrtájéken vagyunk, a mandula kivétel, az mekkora szertartás? Hát maga a mandula kivétel ma már teljesen nem, más. Mennyire kötelező szertartás? Nem kötelező, ma már megváltozott. Ugye régen, akinek ismételtem volt mandula gyulladása, az majdnem minden alkalommal mandula műtétet végeztek. Ma már ez sokkal kisebb arányban fordul elő. Akkor végeznek mandula műtétet, ha ez évente legalább kétszer komoly, tehát bakteriális fertőző mandulagyulladás, úgynevezett tűzös mandulagyulladással jár, mert ennek viszont olyan szövődményei lehetnek a szervezet egyéb területeire, amit nem érdemes megkockáztatni, illetve hát ha a mandula heges, ha tele van gennyel, ha tájogos, tehát olyan szövődmények vannak, amik előfordulhatnak, akkor végzünk mandula műtétet, de úgy amúgy a mandula az egy nagyon fontos immunszer, védekező szerv, hiszen minden, ami a szájon keresztül vagy az orron keresztül bemegy, annak az első védővonala az a mandula, ami egy alapvetően fontos immunrendszer, illetve hát még az is van, hogyha nagyon megnagyobbodik,
rendszeresen krónikusan megnagyobbodik, tehát nagyon nagy, és a légzést, illetve a nyelést akadályozza, akkor is el kell távolítani. De ma már olyan is van, hogy csak a felét távolítjuk el. Tehát tényleg? Csak az egyik részét távolítjuk el a mandulának, ilyen is. Egy darabkát levágnak belőle? Nem egy darabkát, hanem az egyik oldalát, ugye ez a torok mandula, úgy hívják, ez a tonzilla. És kettő van belőle? Kettő van belőle, két oldalt tulajdonképpen a... Lefentyű, lehet látni. Így van, hát többnyire lehet látni, és akkor a egyiket eltávolítják, de ma már azért ez egy, régen is egy komoly műtét volt, de ma már csak altatásban lehet végezni, és hát olyan szempontból komoly műtét, hogy nem a régi technikával úgy volt, hogy megfogták egy ilyen speciális fogóval, lecsavarták, és akkor az kijött. Ma már ezt a műtétet nem végzik, hanem rendesen kivágják, tehát kifejtik a tokjából, és hát elvarják a maradékot, hiszen ott nagyon fontos erek futnak, amiket le kell zárni. Jó. Tehát, hogy most már nem olyan automatikus ez nem, a nem, egyáltalán nem, és a gégészeti osztályok jóval kevesebb mandula műtétet végeznek, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. A másik ilyen nagy különbség, amit én tapasztaltam, az, hogy mi még a mikorcsoportunk azért az általában antibiotikumból elég szépen használt, mert hogy akkor azok újak voltak, és mindenhatóak, és sítsúgy elfújtak minden bajunkat. Most már az én gyerekemnek a gyerekorvosa nem engedett, 6 éves koráig azt hiszem nem találkozott antibiotikummal a gyerekem, és azóta is éppen csak, és most már nem van kisgyerek. Az unokám sem nagyon találkozik antibiotikummal, de hogy mondjam, azt vélelmezem, hogy most már ilyen meredekebb az ellenállás az antibiotikumokkal szemben bőven, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Hát van egy tulajdonképpen, na tessék, van egy nem teljesen logikus ellenállás, mert ugye volt egy tényleg egy antibiotikus fölfutás. Ma már tudjuk, hogy a ilyen általános hurutos torokgyulladásoknak a 80-90%-a az vírus eredetű. Ezekre nem hat az antibiotikum, tehát teljesen fölösleges antibiotikumot adni. Van egy része a torokgyulladásnak, ami hát olyan baktérium, mindegy, nevezzük Streptococcus baktériumnak, ami tulajdonképpen azonos a skarlát kórokozójával, amire viszont továbbra is adunk antibiotikumot, de ennek speciális tünetei vannak, ez a bizonyos karláttorok, meg nagyobb odat mandulák, nyirokcsomók. Tehát az orvos megnézi, tudja, orvos hogy megnézi, ez az a helyzet, amikor antibiotikum kell. Így van, és akkor látja a színéről, formájáról. És akkor jön a szülő és okoskodik, és jön a szülő és okoskodik, de igazából ugye egy skarlát fertőzés, az ma is egy kellemetlen betegség, és igazából nincs is ellene oltás. Tehát a skarlát betegségre még mindig a penicillin, illetve a penicillin származékok a jók, és valójában egy hét, 10 nap alatt elfújják ezt a betegséget, de ismétlődhet. Tehát igazából ugye ezért kell adni antibiotikumot ebben az esetben, és hát persze vannak olyan súlyosabb betegségek. Skarlát ismétlődő? A skarlát akkor nem ismétlődik, hogyha kifejlődik a skarlát betegség. Tehát ha nem kezeljük antibiotikummal, és körülbelül egy hét után kijönnek a pöttyök, illetve hát ezek ilyen skarlát kiütések, akkor lezajlik egy skarlát, akkor nem ismétlődik, viszont egy csomó olyan szövődmény van, amire figyelni kell, tehát lehet ebből egy vesebetegség, lehet ebből egy komoly szívbetegség, lehet idegrendszeri betegség is, tehát ez még ma is a skarlátot nem szeretjük, hogyha megkapják ha úgy magában megkapják a gyerekek, és nem kezeljük megfelelően. Ha viszont időben elkapjuk, és már a kiütések előtt elkezdjük kezelni, akkor ez elfújja a betegséget. De visszajöhet két év múlva, hogyha megint összetalálkozik ezzel. De ez még mindig egyszerűbb, mint utána a krónikus vesegyulladást. Jó, akkor már csak egyet szeretnék ezzel az ilyen megbetegedéseknek a nagy része, az vírus eredetű, és nem lehet mit kezdeni az antibiotikummal. De mire eldöntenék, hogy vírus eredetű vagy nem, addigra már ráfertőződik általában a beteg gyerek, hát nem? Ez nem, azért nem teljesen így van. Szerencsére általában egy hét, 10 nap alatt ezek maguktól meggyógyulnak.
akkor fertőződik rá, hogyha ugye ezek a hurutos válladékok panganak, tehát ha nem történik meg a válladék eltávolítása, ha nem tudja a gyerek fölköhögni azt a válladékot, ami a tüdőben van, akkor nyilvánvalóan elképzelhető egy ráfertőződés, és hát akkor egy következő szintre lépünk, akkor természetesen valóban jönnek az antibiotikumok. A közösséget nem tűrő gyerekek, akik bemennek a bölcsödébe, az óvodába, és három nap bennlét után egy hét otthonlét következik, azok lassan megedződnek, az a tapasztalat? Így van, összeszedik azokat a fertőzéseket, amiken át kell esni, és az a ellenanyag, illetve az immunrendszer kitermeli azokat a védőanyagokat, amik hát egy pár év alatt nyilvánvalóan elérik azt, hogy ugyanazok a fertőzések már nem hatnak rájuk, de hát egy kis közösségbe, egy bölcsödébe, óvodába természetesen a gyerekek egymást nagyon könnyen megfertőzik. Itt annyi a probléma, hogy ugye egy betegségnek a lefolyása az általában legalább egy hét, 10 nap. És nem tartják otthon. Mert munkába vissza Igen. kell menni, mert nincs, aki vigyázzon a gyerekre, tehát egy kicsit meggyógyul, már nincs láza, de még épp úgy hurutos, köhög, visszaviszik, és természetesen akkor körbefertőzik egymást. Erre valami jó megoldást kéne találni, ezt nem nagyon sikerül. Ha a nagymamák vigyáznának az unokákra, de a nagymamák is dolgoznak manapság, akkor ez nem lenne, nem fordulna ez elő, de sajnos ez nagyon gyakran előfordul. Most már majdnem letelt sajnos az időnk, még azt mindenféleképpen szeretném megbeszélni, hogy mit szólsz ezekhez az oltás ellenes mozgalmakhoz, amelyek az elmúlt 10 évben váltak divatossá, és teljesen extrém feltételezések vannak bizonyos oltásfajtákkal kapcsolatban, hogy autizmust okoz, Igen. és inkább a saját felelősségére Igen. otthon tartja a gyereket, és aztán a kanyarú a szépen lábra is kelt. Ott azt hiszem nem ezek az obskurus dumák voltak az okozói, hanem azok, hogy átoltottnak minősült az ország, és nem oltottak. Hát szerencsére Magyarország ilyen szempontból még mindig az egyik legjobban védett ország, hiszen a átoltottságunk az olyan 96-98%, ami egy nagy dolog. Léteznek olyan országok, hát akár a Nyugat-Európa, akár Egyesült Államok, ahol nagyon jelentős, nem csak az oltás ellenesség, csak egyszerűen nem akarják beoltatni a gyerekeket. Ráadásul tényleg volt egy kollega, aki most már bírósági tárgyalás által is elítélt, egy Wakefield nevű orvos, aki hát tulajdonképpen egy, hogy mondjam, hamis kísérletekkel és hamis kutatási eredmények közlésével közölte ezt a bizonyos autizmus reakciót. Tényleg hamis eredmények így van, voltak? Ami kiderült, hogy ezek önmag által gyártott hamis eredményeket. Nem is érti az ember, hogy mitől jött ez. Milyen érdekűződött? Hát gondol, ez ilyen öntömjénezés, önpropaganda miatt, de ez kiderült, hogy ez nem igaz. És ma már, mondom, bírósági ítélet is van, és hát az orvostársadalom meglehetősen elítéli őt. Na most ugye ez általában a kanyaroltással kapcsolatban jött elő ez a bizonyos autizmus, amire ma pontosan adatok vannak, hogy ebből semmi nem igaz. Tehát igazából léteznek oltási szövődmények, de ez nem az autizmus, bizonyos töredék százalék vagy ezrelék, tehát nagyon pici százalékban léteznek, amikor egy oltásnak erősebb a reakciója, vagy amikor valami szövődmény lép fel, de hát erre figyelni kell, és ezt tudjuk, hogy ez előfordulhat. De ugyanakkor az oltások segítségével egy csomó olyan betegségtől megszabadultunk, ami nagyon komoly, hát életet fenyegető betegségek is voltak, hiszen a meningokokusz oltás például, Az agyhártyagyulladás. Magyarországon is általában évente 10-20-30 gyermek meghalt ebben a betegségben. Ma már ennek a töredéke egy-két eset fordul csak elő. De ugyanígy, ami még rendszerben van, szintén Magyarországon a hemofilus influenzi oltás, amiben szintén gégehurutot kaptak, és megfulladtak a gyerekek, vagy agyhártyagyulladást kapnak. Nem, ez a hemofilus influenza, ez a Krupp szindróma, általában ez a gégehurut.
Ami, ezt mióta oltják? Vagy hát mióta ezt is most már több mint 10 éve oltjuk, úgyhogy ez is egy nagyon sikeres. Az én gyerekem ilyet még nem kapott. Még nem kapott, de ma már tudjuk, hogy ez nagyon hatásos, és a középfülgyulladások nagy része is lecsökken, hiszen ezeknek egy részét is a Haemophilus influenzae okozza. A diftéria, ami szintén előjött olyan országokban, ahol nem volt ilyen oltás, és főleg a szamárköhögés. A pertussis, ami hát egy szörnyű betegség, hiszen ebbe szintén meg lehetett fulladni. És vannak, erre oltották már a gyerekeket. Erre már nagyon-nagyon régen, tehát ez már a mi gyerekkorunkban is a diperté. Mi is kaptunk már, igen? Már mi is kaptunk ilyen oltást, és nem is nagyon fordult elő Magyarországon ilyen betegség. És ez ennek az eredménye. Tehát ezek olyan eredmények, amiket nem lehet elvitatni az egészségügytől, illetve tulajdonképpen az oltások eredménye. Hát ugye himlő nincs Magyarország, bárányhimlő van, most úgy néz ki, hogy jövőre bevezetik a bárányhimlő elleni oltást. Annak is van értelme, mert ez egy pimp kis betegség. Hát pimp kis betegség akkor, hogyha pici a reakció. De azért a László kórházban minden évben volt legalább 10-20-30-40 olyan súlyos szövődményes eset, ami tényleg szörnyű volt, és volt, amikor bele is haltak ebbe. Tehát tényleg azért a bárányhimlő? Bárányhimlő betegség, mint olyan, hogyha az immunrendszer valamilyen szempontból nem elég érzékeny, vagy nem elég erős ahhoz, hogy ezt kivédje, akkor előfordulnak úgynevezett bőrvérzéses vagy vérzéses szövődmények, sőt, hát itt is előfordulhat idegrendszeri szövődmény is, tehát ebbe is bele lehet halni, nem csak a meningitisbe. Természetesen vannak enyhe lefolyásúak. Tehát amikor csak egy-két pötty van, egy-két hólyag, és utána egy-két héten belül ez eltűnik, akkor nincs probléma. De soha senki nem tudja megmondani, hogy kinél, az egyednél, annál a gyermeknél ez hogyan fog történni, milyen lefolyása lesz. Jó, az utolsó utáni kérdés már, hogy a kislányokat oltják most már, azt hiszem, ingyenessé vált. Humán papillomavírus ellen. Egyébként a gyerekorvoshoz hány éves korig hordják az emberek a gyereküket? Tehát 14 éves korig gyereknek számít utána? Még igazából még 18 éves korig is a gyerekorvos ellátja a gyerekeket, és hát nagyon sokszor még később is visszajárnak a... Persze, mert ha szeretik a gyerekorvosukat, akkor szívesebben mennek oda. És ha még jobb a kapcsolat, akkor hát nekem is vannak olyan gyerekeim, akik már a gyerekeiket hozzák, tehát tulajdonképpen a unokákkal is el vagyok foglalva, ami hát nagyon jó, mert az ember az unokákat is látja. Ez az oltás egyébként, HPV, ha igaz, a HPV, igen. Ugyan... Hát az nem a méhnyakrákot így van, ez előzi nem meg a... Nem egy olcsó dolog, és ugye legalább 3 oltás szükséges. De most ezt már adják ingyen. Most már ingyen adják, illetve hát néhány önkormányzat régebben is fedezte ezt. Ez egy nagyon nagy dolog, mert hát a méhnyakrákban ma Magyarországon is nagyon sokan halnak meg. Az lesz még a következő előrelépés, hogyha minden még nem élet előtt álló kislány is oltva lesz, és hát előbb-utóbb a fiúkat is oltani kell, mert azért a... Hát ők közvetítenek, ők a közvetítők. Hát a felelős férfiakat előbb-utóbb oltani kell, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Harmad Györgyöt, gyerekorvost hallották. Remélem, hogy gyerekorvoslás ügyben még máskor is hívhatunk. Nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm. Jövő héten is lesz heti vizit, akkor is jöjjenek és nézzenek bennünket. Viszontlátásra!